Mindazzal, amit adsz az embereknek. Az. A videó által. Amilyen értéket képviselsz, így van. Ez jól esik, srácok. Köszönöm szépen. Mindig adsz az embereknek, úgyhogy most rajtunk a soros, mi adtunk neked. Na sziasztok mindenki! Elérkeztünk a következő videóhoz. Hát a Niki mondta, hogy vegyem kézbe a kamerát, és kezdjek el videózni. Mert hogy valami olyan ajándékot fogok kapni egy nézőtől, aki nem sokára itt lesz, hogy nagyon fogok neki örülni, ugye Niki? Uh-huh. Hát nagyon kíváncsi vagyok, mert itt titokban beszélt már Nikivel üzenetbe, és hát én nagyon szeretek ajándékot kapni, meg szeretek meglepődni. Úgyhogy megvárjuk Alexet, és Alex azért is érdekes néző, mivel ő régebben ő is az Az.fm-et nagyon nyomta, úgyhogy 10 éve már biztos, hogy ismer engem. Ő Németországban dolgozik, és most hazajött és meglátogat minket. Hát roppant kíváncsi vagyok, úgyhogy várjuk Alexet. Izgulsz? Nagyon, hát most nem tudom. Azt mondod, nagyon fogok neki örülni. Alex mindjárt ide ér. Szerintem nem fogod elhinni. Neki jobb audia van, azt akarja odaadni nekem? Nem. Kíváncsi vagyok. Amíg várjuk Alexet, megmutatom nektek, milyen ügyes gyerek voltam. Hát hihetetlen. Hogy lehetek ilyen béna? Nem tudom, hogy mennyire lehet majd látni. Sajnos telefonról van, ugye, mert... Szia Dani, sziasztok! Ezzel a kis videóval szeretnék nektek egy rövid üzenetet átadni. Kívánom, hogy legyetek boldogok, és érjétek el a közös céljaitokat. Sok sikert, és minden jót nektek! Te már sírni fogok! Kedves Niki és Dani, szerintem az élet egyik legnagyobb ajándéka a szeretet, illetve ha valaki tud szeretni és szeretve lenni. Úgyhogy szeressétek egymást, legyetek boldogok, maradjatok olyanok, amilyenek most vagytok, illetve vigyázzatok egymásra. Sziasztok! Szóval, kedves Niki és Dani, úgy hallom, hogy életetek egyik legemlékezetesebb napja fog hamarosan bekövetkezni, májusban. Nagyon szép esküvővel előttetek, úgyhogy ez alkalomban szeretnék. Nagyon sok boldogságot kívánni nektek, és szeressétek egymást. Sziasztok! Amúgy nem volt ráírva semmi, csak sok elem. Sziasztok, sziasztok, Székely Szilárd vagyok, azaz Matula, ahogy ismerettek. És akkor Daninak és Nikinek szeretnék egy kis idézetet kívánni a házassághoz. Sem a te, sem a bajon nem tesz boldoggá nektek, hanem az egyéniség és a sokoldalú értelemség. A házasság az egyetlen dolog, ami reményt ad az életben, és létrehoz valami mást, ami több, mint kettő. Az igazi boldogság nem abból fakad, ha magunkkal foglalkozunk, hanem abból, hogy átvegyünk magunkat egy célra. Na szavaz, Danicek! Alex barátom mondta, hogy szeretne összerakni neked egy ilyen kis videót, hogy mindenki, a staff közül mindenki valami kis apró gondolattal lepje meg téged ugye a házasságotok alkalmából. Láttam attól a videóját, aki ilyen milyen számos gondolatokkal bombáz meg téged. Én azt mondom, hogy nem kell ennyire komolyan venni ezt az egészet, ez olyan, mint az élet igazából. Egy kicsit játszani kell, ettől függetlenül persze nagyon sok boldogságot kívánok nektek, élvezétek egymást társaságát, és szeressétek egymást, főleg a feleséged. Köszönöm szépen, hát ez óriási. Nyom meg kétszer a csomagtartó gombot. Kétszer. Ja, akkor az autót hoztad ajándékba közé? Kétszer. Aztán mennyi édes! Nem tudtuk, hogy melyik a kedvenced, úgyhogy válogatom. Nyugodtan, célzottan ássál bele. Jó, hogy mert van több bele. Íz is benne, hogy melyik a kedvenced, amit úgy igazán szeret. Nem, hogy kiugorjon itt valaki! Ő szegény, akkor már lehet, hogy már nem kapott volna. Ás mélyre! Ne idegesítsetek már! De ne szórakozzatok már! Sajnos a garanciát elveszítettem, mert összefirkálta Alex. Nem szórakoztatok Alex a dobozba. Azt a... Hát pont ilyet akartam venni. Kinyugodtam. Ne szórakoztatok már. Ezt nem fogadhatom el.
Azt a... Akkor menjünk haza. Nagyon durva. Hát köszönöm szépen. Azt a... És mindenki aláírta. De jó. Hát köszönöm szépen, srácok. Isten éltessen titeket. Isten éltessen. Legyetek boldogok, reméljük, hogy fogtok sok jó dolgot ezzel találni, vagy csinálni. Hát ez biztos. Hát ez egy jó, ez fantasztikus. Köszönöm szépen. És a csíp sem kell. Azt majd kipakoljátok, de jó. Hát ez nagyon durva. Segítenek. Hát ez nagyon durva. Hát mindenre számítottam, csak erre nem. Ez nem. Hát köszönöm szépen még egyszer, srácok. Főleg neki, ő volt az ötlet szerző. Illetve ő volt a finanszírozó. Úgyhogy, is. Ugye volt a videó, amiben mondtad, ugye, hogy milyen kamerát vettél, és mondtad, hogy ugye a következő az, amit majd szeretném venni, egy stabilizátor. De hogy ugye most jelenleg mindent elvisz ugye az esküvő, hanem akkor ezzel levesszük a vállatokat. Fú, gyerekek, hát... Úgyhogy írok! Úgyhogy ez pontosan 4,5 kilóig bírja, úgyhogy bőven elbírja a kamerátokat. Ugye tudod irányítani telefonról, távirányítóval, le tudod támasztani. Hú, de akkor ezt meg kell tanulni kezelni. Hát igen. A Nikinek kell. Azt, úgyhogy, hát nagyon hálás vagyok. Egyszer lett kimondva, csak hogy megnézem, hogy nem esett baj az út közben. De... Úgyhogy a doboz az meg... Két dolog miatt van aláírva, egy emlék, egy pedig, hogy tartsd meg Valenciát. Hát köszönöm szépen, srácok. Köszönöm. Az óriási ajándék. Jó, elég a kamerázásból. Hát nem minden napi dolog történt. Hát erre volt szükségem. Hát persze az ajándékra is, de arra, hogy meglátogattak engem ezek a srácok. Akik a videóban szerepeltek, illetve akik srácok eljöttek, ugye ők az RP szerverünkben segítkeznek, foglalkoznak velük szabadidejükben, ezt szeretném megköszönni. És hát egy ilyen durva ajándékot én még életemben nem kaptam. Ugye ez egy stabilizátor. Hát megnéztem az árát, ennek körülbelül 250 ezer forintos ára van. Remélem tényleg még jobb vágóképeket tudunk csinálni vele. Hát ha rajta van a kamera, akkor elég nehéz, szegény Nikikém is kipróbálta. Még be kell állítani, még vannak még hozzá alkatrészek, ezt is meg kell tanulni használni, de nagyon hálás vagyok Alexnek tényleg, hogy meglepett egy ilyen ajándékkal, és köszönöm szépen a többieknek is ezt a remek ajándékot. Hát nem hittem el, először tényleg azt hittem, hogy 97 csomag chipset vettek, de ez is el volt közé rejtve, úgyhogy hálásan köszönöm tényleg, ez fantasztikus ajándék számomra, és hasznos ugye a videózásban. Alex mondta, hogy tudja, hogy most esküvőre elég sok pénz elmegy, ugye én is mondtam nektek, hogy ez lesz a következő, hogy akarok egy ilyet venni, de Alex így megelőzött, és szeretném itt is megköszönni neki, hát nem számítottam tényleg. Oké, van, Niki is mondta, hogy tetszeni fog meg ajándék, de hát ennyi pénzé, hát azért... Ez nem mindennapi dolog, úgyhogy szeretném megköszönni, és tényleg mindenkinek, hogy a napokban nyújtott támogatást a videók alá. Most úgy néz ki, hogy jól vagyok, jól vagyok, kicsit be vagyok tompulva, de köszönöm a sok kedves e-mailt, üzenetet, videó alatti kommenteket, elolvastam az összeset, attól függetlenül, hogy nem szoktam rájuk válaszolni, el szoktam őket olvasni, és köszönöm szépen. És hogyha valakinek van valami tapasztalata ezzel, hogy hogyan tudom könnyen esetleg megtanulni ennek a használatát, akkor azt is szívesen várom. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogy támogatjátok tényleg a videós karrieremet, és köszönöm szépen még egyszer Alexéknak. Ezt már utólag veszem föl, de velük fogunk elköszönni, viszont a srácokkal elmentünk fagyizni, nem jött rám a pánikroham, úgyhogy tök jól éreztük magunkat, kellett nekem ez a kis kikapcsolódás velük, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, és akkor jöjjön a záró mondat. Elérkeztünk a videó végén. Már még nem az igazi. Most jó. Okay. Jó. Elérkeztünk a videó végéhez. És még egyszer szeretném megköszönni a srácoknak, ez egy óriási ajándék volt. Ne csikizzél, ha te állasz. Ez egy óriási ajándék volt, és szeretném tényleg nekik megköszönni. Hát épp beszéltük János az előbb, hogy hát mivel érdemeltem ezt ki? Alex? Jani. Alex, van ötleted? Mindazzal, amit adsz az embereknek. Oh. A videó által. Milyen értéket képviselsz, így van. Ez jó lesik, srácok. Köszönöm szépen. Mindig adsz az embereknek, úgyhogy most rajtunk a soros. Mi adtunk neked.
Köszönöm szépen, ez nagyon jól esik, és tényleg ez óriási nagy ajándék a számomra, és ami nem utolsó sor, hogy hasznos is ugye a videózásra, ami segíteni fogja a további videók elkészítését. Úgyhogy srácok, köszönöm szépen nektek, nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen a legjobbakat, és még találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!